A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Győr Plusz Televízió hetente jelentkező egészség életmód magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban azzal foglalkozunk, ami mindenki számára a legfontosabb, az egészségünkkel. Hétről hétre egy-egy fontos kérdéskörről beszélgetünk vendégeimmel. Megismerhetjük a szakemberek véleményét arról, hogy miként kerülhetjük el a betegségeket, illetve mit tehetünk akkor, ha már megjelennek az első tünetek. Életünk közel egyharmadát alvással töltjük. Mindig is izgatta az embereket, hogy mi történik szervezetünkben akkor, amikor passzívan regenerálódik, különös tekintettel az álmok olykor rendkívüli kuszaságára. Vagy éppen akkor, amikor fáradtabban ébredünk, mint ahogy lefeküdtünk. Az alváskutatás az utóbbi évtizedekben számos kérdésre választ adott. Mai adásunkban mi is kiszakítottunk egy-egy szeletet ebből a témából. Érdekes lesz, tartsanak velünk! Az alvásbetegség egyik leggyakoribb formája az álmatlanság. A napi stressz, az időjárás változásai vagy egy késő esti nehéz vacsora is okozhat álmatlan éjszakákat. Ha ez az állapot tartósan fennáll, a kóros kialvatlanság súlyos problémákat idéz elő a beteg életében. Hogy milyen gondokat okozhat mindez, és hogyan lehet megszüntetni többek között, ezekről is megkérdeztük a szakembert. Ahhoz, hogy valaki este ne tudjon aludni, számtalan ok hozzájárulhat, a legbanálisabb, egyszerűbb okoktól kezdve komoly betegségekig. Az egyszerű banális okokon értem azt, hogy manapság főleg a fiataloknál felgyorsult az élet, állandó időzavarral küzd szinte mindenki, teljesítménykényszerben vagyunk, úgyhogy ez a stressz, ez a drog, főleg maximalista, lelkiismeretes személyeknél álmatlansághoz vezethet, de hozzáteszem olyan életmódbeli problémák, mint például az, hogy valaki éppen az egészséges életmód miatt még este sportolni akar, az önmagában felpörgetheti, vagy egy olyan egészségtelen dolog, hogy például későn este vacsorázik, mert soká ér haza, akkor van együtt a család. A komolyabb okok inkább idősebbekre jellemzőek, itt a magas vérnyomás, cukorbetegség, szívbetegség, elsősorban érbetegségeket okozó problémák azok, amik álmatlanságot okozhatnak, illetőleg az érbetegek különösen idősebb korban, vagy ha túlsúllyal küzdenek, akkor apnoéval, alváskimaradással is küzdenek, ami nagyon komoly álmatlanság formájában megnyilvánuló probléma. Kóros álmatlanságról akkor beszélhetünk, hogyha bizonyos diagnosztikus kritériumokat kimerít a rossz alvás, tehát az álmatlanság. Ez régebben 4 héten keresztül heti 3-szor el- vagy átalvási zavart jelentett, az utóbbi időben pedig az Amerikai Pszichiátriai Társaság kicsit kitolta ezt az 1 hónapot, úgyhogy 3 hónapig fönnálló alvászavar esetén beszélünk inszomniáról. Az álmatlanság, az inszomnia rendkívül gyakori, és még régebben inkább a 60-65 év fölötti korosztályt érintette az esetek felében. Azóta már úgy tűnik, mondjuk az utóbbi 10 évben, hogy a fiatalok és éppen emiatt a teljesítménykényszer miatt nagyon gyakran küzdenek vele. Akutan, időszakosan, bár a nőknél kicsit gyakoribb, azt lehet mondani, hogy a fiatalok 1/4-ére jellemző, a krónikusan, tartósan fennálló álmatlanság pedig általában valamikor az élet folyamán az emberek felében előfordul. A kialvatlanságnak vannak rövid és hosszú távú problémái. A rövid távú probléma, amit mindnyájan érzünk egy-egy kialvatlan nap után, hogy fáradtak vagyunk, nem tudunk figyelni, majdnem lecsukódik a szemünk, leromlik a reakcióidő. Itt kiemelném azt, hogy így a balesetek gyakorisága jelentősen megnőhet, vagy mintha memóriazavarunk is lenne, tehát figyelmetlenek vagyunk. Egyébként az óraátállítás után, az első héten, különösen az első 3 napban, tehát a tavaszi-őszi óraátállítás után megnövekednek a közlekedési balesetek, mégpedig 1/3-ával.
A hosszú távú kialvatlanságnak pedig az egészségre, tehát a fizikai kondícióra van negatív hatása, megnöveli a kettes típusú cukorbetegség gyakoriságát. Azok az emberek, akik rosszul alszanak, főleg idősebb korban túlsúllyal küzdenek, egy rosszul alvó ember átlagban 5,5 kilóval súlyosabb, mint a jól alvó ember, illetőleg ha apnoé okozza, tehát légzéskimaradás ezt az álmatlanságot, akkor a memória is romlik, tehát az időskori szellemi hanyatlás tünetei hamarabb megjelennek. Ha valaki álmatlansággal küzd, az egyik fontos tényező, hogy őt mennyire zavarja. Tehát abban az esetben, ha valakit zavar, érzi, hogy hátránya származik belőle, feltétlenül érdemes orvoshoz fordulni, ami lehet először ugye a házi orvos iránya, vagy esetleg pszichiáter. A másik pedig az, hogy aki információkkal rendelkezik arról, hogy a kialvatlanságnak milyen negatív következményei lehetnek, például az előbb említett cukorbetegség, vagy tudja, hogy kimarad a légzése, annak is szintén érdemes a házi orvosnak ezt megemlítenie. Ha emögött a probléma mögött belgyógyászati probléma van, akkor a házi orvos kollega el tudja indítani a belgyógyászati kivizsgálás irányába, illetőleg, ha valamilyen lelki gond, akár depresszió, szorongás húzódik meg mögötte, akkor pedig a pszichiáter felé kell venni az irányt. Az alvajárás az alvás bármelyik fázisában előfordulhat, és egyszerű tevékenységek, mozdulatok, mint például felülés, felállás, visszafekvés épp úgy jellemzőek lehetnek rá, mint az összetett cselekvések, például a takarítás, vagy akár az autóvezetés is. Az alvajáró viselkedhet ártalmatlanul, de szélsőségesen erőszakossá is válhat. Az alvajárás állapota 30 másodperctől percekig is eltarthat. Hogy miként alakul ki és hogyan lehet kezelni, erről most számos érdekességet megtudhatnak. Az alvajárás maga az nem egy kellemetlen dolog. Az, aki ettől az alvajárástól szenved, nem is emlékszik rá, hogy alvajárt, egyáltalán nem emlékszik semmire ezzel kapcsolatban. Általában gyerekkorban alakul ki először, 5 év és 20 éves kor között, leggyakrabban 6-12 éves kor között találunk alvajárókat. A gyerekek 1-6%-a szenvedhet ettől a eltéréstől, rendellenességtől, nem nevezném inkább betegségnek. A felnőtt korban az alvajárók százalékos aránya körülbelül 0,5%, de más-más ok vezet gyerekkorban az alvajáráshoz, mint felnőtt korban. Az idegrendszer az életünk folyamán gyerekkorban főként fokozatosan fejlődik, érik, és ennek az érésnek a rendellenességével magyarázunk gyermekkorban az alvajárást. Az alvajárás az egy érdekes, furcsa tudatállapot, így fogalmaznám meg. Ha élettanilag nézzük, és mondjuk egy EEG-vel regisztráljuk az agy működését, akkor azt látjuk, hogy a páciens az egy mély alvásos állapotban van, ugyanakkor olyan komplex cselekvés sorokat végez, amit éber állapotban teszünk. Különböző fázisai lehetnek. A lényeg az, hogy teljesen hirtelen egy mély alvásból mondjuk a kuncsasz felül, apró, pici, önkéntelen mozgásokat végez, molyol, tesz-vesz a kezével, mintha ceruzával írna, mintha tépkedne valamit. Ez az öntudatlan fázis, amikor teljesen automatikus mozgásokat végez, utána felkelhet. Erre az a jellemző, hogy itt már egy teljesen tudatosnak tűnő, célirányos cselekvést hoz létre. Oda mehet egy ablakhoz, kinyithatja, ajtót kinyithat, elmehet egy hűtőszekrénybe, élelem után keres. Az alvajárók egy jelentős része, legalább 30-40%-a érdekes módon éhessé válik, és csillapítja az éhségét. De jellemző rá, hogy például mosatlanul megeszi a gyümölcsöt, vagy a csokoládét papírba csomagolva ki se bontja, ugyanis ő mély alvás fázisában van. Lehetnek még ettől komplexebb cselekvéssorok is. Előfordul olyan, hogy valaki mondjuk egy hangszeren játszik, és leülz a zongorához, és zongorázik, vagy olyan is előfordult már, hogy előkeresi a fiókból a sluszkulcsot, beül az autójába, vezet egy kört, aztán visszatér haza és lefekszik, folytatja tovább a napi vagy a alvási tevékenységét. Nem veszélytelen a dolog, elég sok balesetet szenvedünk el alvajárás során. Általában a mozgások célirányosak, egyenes vonalúak, a utunkban kerülő vagy a beteg útjába kerülő nagyobb tárgyakat kikerüli, de kisebb tárgyakban, játékokban, papucsokban, küszöbökben megbotlik, összetörheti magát,
illetve van egy úgynevezett erkély jelenség, ami azt jelenti, hogy az egyenes vonalú mozgás végén nem érzi, hogy vége van az útjának, hogyha egy ablakhoz kerül, egy erkélyhez kerül, akkor automatikusan mehet tovább és ki is eshet. Ezért nagyon veszélyes ez az egész. Maga a beteg, mivel nem érez ebből semmit, így nem szenved tőle, nem fél, sokkal inkább a szülők, akik azt teszik észre, hogy a gyermekük egyszer csak fel kell és automatikus cselekedeteket végez nyitott szemmel, a külvilági ingerekre nem reagálva, mondjuk akkor a hűtőbe is kieszi az éppen aktuális vacsora maradványokat. Első és legfontosabb az, hogy nem kell korlátozni a cselekedeteiben, és ha lehet, semmiképpen nem kell felébreszteni, mert ő alszik. A legjobb, amit tehetünk, hogyha oda megyünk, finoman megfogjuk, és nagyon lassan, gyengéden irányítva visszavisszük az alvó helyére. Ez általában sikerülni szokott az esetek 95%-ában. Gyakorlatilag azt gondolom, hogyha gyerekkorban kezdődik, mert ez a leggyakoribb, akkor a szülők megrémülnek, és érdemes ideggyógyászhoz elvinni a gyermeket azért, hogy ezt véleményezzük. Jellemző a betegségre, illetve jellemző erre a tudatállapotra, véletlenül használtam a betegség szót, hogyha a szokásos diagnosztikai módszereket, koponya, CT, MR vizsgálat, EEG vizsgálat elvégezzük, nem találunk semmiféle kórosat. Tehát ezek az emberek egészségesek, csak ebben a mély alvási fázisban a tudatállapotuk módosul. Leginkább azért érdemes orvoshoz fordulni, hogyha nincs semmi kóros, akkor megnyugtassuk a szülőket, el tudjuk mondani, hogy hogyan érdemes ezt a dolgot kezelni. Ha esetlegesen súlyosabb, összetettebb, durvább cselekvéssorok vannak, akkor természetesen terápia is szóba jön. Az álmok épp úgy életünk valós részei, mint az éber gondolataink és a nappali életünk. Álmunkban azért érezzük magunkat sokszor beljebb, mint ébren, mert az álmainknak mi vagyunk a főszereplői, amit nem zavarnak a valós életben gyakori külső ingerek és hatások. Vannak visszatérő álmok, melyekről gondolom már önök is elgondolkodtak, hogy ugyan már nem lehetnek ezek véletlenek, és biztosan jelenthetnek valamit. De vajon mit? Az alvás során különböző fiziológiai folyamatok mennek végbe a szervezetbe. Különböző fázisokra osztják az alvást a vizsgálatok során, a non-REM, illetve a REM fázisokra. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy gyors szemmozgások vagy gyors szemmozgás nélküli fázisok. A non-REM fázisban ugye 4 külön mélyülési szakasz van az alvásban, és a REM fázisban jönnek általában az álmok, az álomképek. Egy egész ilyen alvási szakasz az általában másfél-két órát tart egy ilyen szakasz, és ez 4 vagy 6 alkalommal ismétlődik meg egy alvás folyamán. Ugye a fiziológiai folyamatok, amik az alvás során létrejönnek, azok segítik a belső rendrakást, a takarítást a szervezetnek, és az álmok azok tulajdonképpen pszichikai szinten teszik ugyanezt, valami csoda folytán az álomképek segítenek ebben a takarításban. Álommunka, álomfolyamat az minden embernél az álom szakaszain belül van. Egy ilyen REM fázis alatt akár több álomkép is előfordul. Ha valaki meditációval, vagy bármilyen képi anyaggal, mint terápiás eszközt használ az öngyógyítása érdekében, neki esetleg az álomképei kevesebbek, mint azoknál az embereknél, akik nem használnak ilyen terápiás eszközt, nem alkalmaznak ilyen terápiás eszközt az életükben, de mindannyian álmodunk, hiszen ez segíti a belső rendrakásunkat. Az álmok vizsgálata során igyekezünk kategóriákat, csoportosításokat létrehozni, segíti az álmokkal való munkafolyamatokat. Ennél fogva létrejöhetnek olyan csoportok, mint amikor mondjuk üldözéses álmokról van szó, vagy zuhanásos álmok, vagy repüléssel kapcsolatos álomfolyamatok. Úgyhogy igen, ezek a kategóriák léteznek. Előfordulnak visszatérő álmok az embereknél, az emberek életében. Ez jelzés lehet ahhoz, hogy ugye minden álomnak van valamilyen fajta jelentéstartalma, még akkor is, hogyha ezt nehéz megfejteni, hiszen sűrített formában kapjuk meg az álomképek során. Ha valamelyik álom visszatér rendszeresen,
akkor előfordulhat, hogy azzal a problémával az illetőnek még dolga van az életében, egy kicsit, annak a jelentéstartalmával egy kicsit foglalkoznia kell. Az embereket mindig is érdekelte az álomfejtés tudománya, mindig is izgatta őket, hogy miről szólhatnak az álmaink. Neves szakemberek, Freud, Jung és társai mind foglalkoztak az álomfejtés tudományával. A szimbólumok nyelvén igyekszünk megfejteni az álmunkat. Nem lehet külön választani az álmot az adott embertől, aki álmodja. Nem lehet anélkül megfejteni, nem lehet anélkül dolgozni, foglalkozni az álommal, hiszen fontos az adott személy, az élethelyzete, a mindennapi tevékenysége, az aznapi foglalatosság, amivel ez zajlott ahhoz, hogy az álmait értelmezni tudjuk. Természetesen a kollektív tudattalan, az archetipusok révén igyekszünk az álmokra valamilyen fajta magyarázatot adni. Úgyhogy igen, az álmokat igyekszünk egy kicsit értelmezni, hiszen az önismeretünkhöz is fontos. Felnőttként gyakran emlékszünk vissza saját gyermekkori félelmeinkre. A sötétre a gyerekszobában, vagy a hajnali átköltözésekre a szülők ágyába. A sötéttől, az árnyékoktól való félelem a legősibb félelmeink közé tartozik. Valamikor 2 éves kor után szokott megjelenni, de néha csak 6-7 éves korban jelentkezik. A rossz álmok önmagában nem jelentenek semmi rosszat, de miért félnek a gyermekek éjszakánként olyan gyakran? Többek között erről is beszélgetünk stúdió vendégemmel, Szabó Fejér Katalin pszichológussal. Köszöntöm a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye visszaemlékszem a gyermekkorunkra, én gyakran felébredtem, és feljöttem, és mondtam az édesanyámnak, hogy ma félek, mindig elkezdtem, hogy mitől félsz, mondtam farkasló, és akkor gyere ide, és akkor ott aludtam vele. Ezt szinte egy ilyen rituálészerűen zajlott az életemben, de ugyanakkor ma is felnőttként emlékszem rá. Mennyire meghatározó élmény egy gyerek életében az, hogyha éjszaka rosszul alszik, felriad és fél álmában? Hát ugye ugyan is mondja, annyira meghatározó, hogy itt felnőtt korban is tudunk róla beszélgetni, és akár még egy kicsit olyan pozitív visszamaradt érzés is maradhat, hogy olyan kellemes volt, jó volt az édesanyám mellé odabújni. Mik az okai általában ennek, hogy a gyerekek félnek éjszaka? Nem tudjuk még teljesen, tehát a gyerek nem tudja teljesen feldolgozni az őt ért, napközben őt ért eseményeket, és ezek begyűrűznek, megjelennek az ő álmába, de a felnőtt álmába is megjelennek, nem véletlenül van akkor a irodalma az álomfejtésnek, az álomértelmezésnek. És a gyerekek ugye régen a mi időnkben, ugye a farkastól féltünk, mumustól féltünk, boszorkánytól féltünk, ez ma is ez a kör a gyerekeknek a félelem világában? Megjelennek ugyanezek, elég gyakran megjelenik a betörőtől való félelem. Főleg, hogyha a kis óvodástársával történt valami, elmesélik, hogy betörtek, akkor az egész óvodai csoportra jellemző tud lenni, hogy az érzékenyebb gyerekek elkezdenek félni a betörőtől. Ha történik a családban egy haláleset, akkor az ugyanúgy meg tud jelenni. Tehát tulajdonképpen a mindennapi történések határozzák meg az éjszakai félelmeinket? Vagy igen. A gyerekek éjszakai félelmét? Igen, de testi történések ugyanúgy meg tudnak jelenni az éjszakai, tehát ezekben az álomképekben, de megjelenik a szülőknek a félelme. Megjelenik, ami a szülőkkel történik, hiszen a gyerekek nagyon össze vannak még nőve a szülőkkel. Tehát a szülőknek a aktuális viselkedését a gyerek az leveszi, és érzelmeit, történéseit, plusz ami történik, tehát hogyha filmet néz előtte, akkor azok is meg tudnak jelenni. Sokszor van olyan, hogy olyan ártalmatlannak tűnő filmet néz a gyerek, és mégis van benne egy olyan momentum, egy olyan mozzanat, ami neki az ő idegrendszerének nagyon sok, és később ilyen rém képekbe meg tud jelenni. Erről megy ugye állandóan itt a sajtóban, hogy legalábbis a populáris sajtóban, hogy valójában a gyerekfilmeknek, ezeknek az agresszív filmeknek van-e jelentősége a gyerek lelki világára, vagy nem, befolyásolja, komolyan veszi a gyerek, akkor ezek szerint ez még az álmokban is megjelenik. Igen, hiszen a gyerekek általában, főleg kicsi korban mindent egy az egybe vesznek. Tehát nekik az úgy van, ők nem tudnak még elvonatkoztatni, és hogyha ők még nem tudják azt elhelyezni a maguk tudatába, a maguk értelmezési körébe, akkor bizony az nagyon sokszor tud félelmi tartalommal bírni. Még egy olyan egyszerű történet, és egyszerűnek tűnő gyönyörű történet, mint a Kék Laguna.
és senki nem gondolna arra, hogy abban a filmben valami borzalom történik, és emlékszem, hogy annak idején elég sok gyereket hoztak, akik megnézték, és olyan rémálmok, hogy mindenféle iszonyatos szörnyetegek kifeszítve mondjuk a fürdőszoba ajtóra, és hetekig, hónapokig nem mertek éjszaka kimenni, felriadtak, és ami, ahogy visszapörgettük az eseményeket, kiderült, hogy abban csak egy olyan momentum volt, hogy fekszik valaki, kiveti a tengerészt a víz, és akkor egy skorpió megy a szája felé. És ez a gyerekeknél már ilyen ijesztő volt. Ijesztőbe. Tehát nem véletlenül kinek is karika, sárga karika a tévén, hogy meg. De még ahol nincs is kint, ott is. Ott is lehet ilyen. Ott is lehet ilyen a gyerek. Mennyiben lehet ez befolyásolni? Tehát mikor kell belépni a pszichológusnak ebbe a történetbe? Amikor a mama nem tudja megnyugtatni, és ez tartóssá válik. Mit lehet tenni ilyenkor? A családot kell kezelni, a gyereket kell kezelni, vagy az anyukát kell ellátni tanácsokkal? Hol lehet belépni ebbe a körbe? Nagyon gyakran be lehet lépni, úgyhogy az édesanyán keresztül oldjuk a félelmeket. Tehát, hogyha a mamába megszűnnek a saját félelmei a gyermekkel kapcsolatban, akkor ő nagyon szépen tudja oldani a gyermeket. Van, amikor a gyermeket is ilyen játékterápiaszerűen oldjuk, de nagyon, nagyon sok ügyes, okos anyukával találkoztam, akit nagyon szépen meg lehet tanítani arra, hogy kis játékfigurákkal lejátsszák azokat a történeteket, amit a gyerek be tudja ágyazni. Tehát tulajdonképpen a terápiának a lényege az nem csak feltétlenül az éjszakai megnyugtatáson keresztül zajlik, hanem napközben is fel kell készíteni arra, hogy ezeket a rémálmokat fel tudja dolgozni napközben, és ne jelenjenek meg. Igen, át tudjuk beszélni, hogy az altatási rituáléban, ugye a gyerekeknél vannak ilyen altatási szokások, amit ha következetesen betart a mama, akkor nagyon nyugodt, békés alvás van, de ha a gyereket olyan extra terhelés éri, akkor megtörténhet, hogy ilyen kirívó esetek is vannak, hogy rémálmokkal, vagy ilyen éjszakai felriadásokkal küzdik, de a mama előtte, hogyha megtanulja, hogyan kell megnyugtatni, hogyan kell a gyereknek egy olyan nyugodt környezetet biztosítani, van, amikor gyógyító meséket írunk, és ezekkel a gyógyító mesékkel alszik el a gyermek. És olyan instrukciókat kap a mama, amit a kisgyereknek meg tud adni, hogy itt vagyok, minden rendben van, anya melletted van, teljes nyugalomban vagy. Tehát biztonságérzetet kell sugározni a gyereknek, hogy biztonságban van ott a kis ágyában is. Igen. És van-e különbség a között például, amikor a gyerek csak egyszerűen szól, hogy félek, vagy pedig amikor is sikoltozik, és egy ilyen sokkal látványosabb rosszul létet produkál, vagy ijegységet produkál? Hogy nem lenne. Ez a nagyon ijesztő felriadás, ez általában az elalvást követő pár órán belül történik, és ilyenkor nem is nagyon emlékszik a gyerek rá, kimerevedik sokszor a tekintete, van, amikor sikoltozik, egy 10-15 percig is el tud tartani, de utána nem emlékezik rá. Ez általában... És ezt is hasonló technikák, hasonló technikákkal oldható, mint a sima félek jelenség? Ez általában ilyen kisebb életkorba fordul elő, és ez az idegrendszer éretlenségével függ össze. Ezekkel a technikákkal azokat lehet oldani, amikor olyan álom, amikor visszaemlékszik a gyerekre, történetet tud mondani, ez pedig az álmodásnak a második periódusában van. Tehát ez az első periódusban történő, főleg kisebb gyerekeknél, akik még nem tudnak összefüggő történetekről beszámolni. Illetve, hogyha az első periódusban történik, tehát évfél előtt, amikor a mélyebb alvás van, akkor nincsenek álomképek, akkor ha nagyon-nagyon faggatja a mama, akkor egy-egy szót tud mondani, hogy boszorkányt láttam, vagy törpét láttam, vagy farkast láttam, de ez általában nem jellemző álomtartom, tehát akkor nincs álom. Mikor kell szakemberhez fordulni? Rögtön, amikor tartós, ilyen van, nem, csak a tartós. Nem, hogyha mindennapivá válik, ha tartóssá válik. Mi az a kor, amikor ki kell nőni ezt a gyereknek? Ezt olyan 6 éves kor körül általában. 6 éves kor után már nem nagyon szokott előfordulni. De mindig egyéni függő is. Uh-huh. És ha 6 éves kor után is előfordul, akkor is inkább szakemberhez kell fordulni? Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és beszélgetett velem. Köszönöm a lehetőséget. Kedves hölgyeim és uraim! Elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Egészségügyi témákról olvashatnak még a Győr Plusz heti lap Vén nélkül rovatában. Jövő héten, ugyanebben az időben ismét várom Önöket. Addig is az alábbi e-mail címre bátran írjanak nekem, bármilyen kérdésük van, mindenre választ kaphatnak. A viszontlátásra!
A műsorvezető öltözetét a Fat Boys biztosítja. Fat Boys, minden, ami egy nagyfiú ruhatárába kell.